Azt gondoltam, hogy egy sokkal személyesebb dologgal próbálkoznék, mint egy kiállítás, mennyit általában szokott lenni. Hogy hogyan rakódik össze Jánosnak egy képe? Azt próbálom inkább megmutatni, és ehhez azt a képet javasolnám. Azon a nyomvonalon haladva, hogy amikor nyáron, annak idején, évek kezdődött, egy könyvön dolgoztam, akkor Jánostól körülbelül egy mennyi, egy kilométer, kettő, amire vagyunk ott, amikor ő fest az udvarba, én meg pötyögöm ott a szövegemet egy barátomnak a lakásában, az Isten egy úton, van köztünk 2 kilométer. Egyik délután azt mondta, hogy sütött pogácsát, egyébként kiváló pogácsákat süt, sajtos, tepertős, mindenféléket, és sütött pogácsát, és menjek le, mert nagyon jó idő van. Ki volt rakva 10-12 képe, egyen éppen dolgozott, nem ez volt az. A kertbe persze, ott az állványa ki volt éve tető alá, dolgozott a képen. Ez a kép készen volt, az alsó fele zöld volt, fölül okker színű, és itt volt benne azt hiszem egy zöld csík. És úgy nézegettem a képet, hogy van benne egy horizont, amit nagyon-nagyon ritkán használ. Tehát ha már itt motivumoknál vagyunk, mindjárt hát egy olyan motivumot, amit nem használ. De rajta volt a képen, nem szereti osztani a képeit. Meg lehet nézni, hogy egy csomó helyen van függőleges osztás, de horizontot nagyon-nagyon kevés helyen lehet találni. Ezt mindjárt uralta végig egy horizont, meg ráadásul ilyen függőleges csík lefele, tehát igazából nem tudtam ott tenni a képet. Csak színek voltak rajta, 4 szín, semmiféle figurák. Emberfigura, a madárfigura, ez a standard madara, amit ott lehet látni egy beugróba, azt a nagyon szép nagy madarat, az mindenféle elcsavart forma, olyan, mint egy gumikacsa egyébként, egy gyerekkacsa, ez a kis sípolós állat, ez mindenféle képén, akrilon, akvarellen, olajon, mindenhol előtűnik, elforgatva, lekicsinyítve, egyfajta lebegést ad a képnek, mindenféle síktól függetlenül ott van, helytől, tértől, tulajdonképpen még a kép mondhatni tartalmától függetlenül valami ott van. És ott ugye mindjárt eszembe jutott ennek kapcsán Magritte-nak az 1948-as képe, ami egy sorozatnak a egyik darabja, gyönyörű szépen megfestett egy pipát, Pipás Pistának se lehetne ennél szebb pipája, és a képlenes az volt, hogy ez nem pipa. Tehát mindjárt meg is határozta egy egész művészet elméleti iskolának a létezését, folyamatát ezzel egy mondatta. Jánosnál itt ezzel nem kell már foglalkoznunk, hiszen amit fölrajzol, ott nyilvánvalóan látjuk, hogy ez nem az. Erre nem kell mondani, hogy ez nem egy ember, mert látjuk, hogy ember, de nem akarna félrevezetni azzal, hogy hiperrealista vagy egyéb módon embert akarna nekünk mutatni. De mégis tudjuk, hogy az. Sőt, ezen a képen is találunk figurákat, leginkább egy ilyen krumpira, vagy nem tudom, egy gyömbér, gyökérre emlékeztető elcsavart figura, amit megint csak rengeteg képén lehet látni, mint ilyen futó motívumot, de rögtön érezzük benne az embert. Ennek a sorozatnak Szégyen a címe egyébként. Ez egy végtelenül szomorú, megszégyenített figura, aki ráadásul képnek a sarkában letél, tehát még annyira a szégyennek a kifejeződését hordozza magában, hogy nem is középre kerül, hanem a képen is kívülre. Szinte esik ki a keretből. Na de most, hogy ott tartottam, hogy ez a kép, ez fölül okkerságnak alul zöldes volt, és egy másik képen dolgozott, ez meg ott ki volt téve a 12 egyébbe együtt. Eltett 2-3 nap, megint azt mondta, hogy van pogácsa vagy bor, már nem emlékszem, megint átjöttem. Ezen a képen annyi tört, ja, és megint másik képen dolgozott, ezen közben történt valami. Itt egy öregasszonyféle dolog jelent meg, egy rőzse köteggel a hátán. Mintha ment volna fölfele, cipelt volna valami, terhet föl a hegyre, vagy nem tudom hova. Ha jól emlékszem, valamilyen ilyen vöröses árnyalata volt. Festette a képet, beszélgettünk, eltelt 2 nap, megint mondta, hogy megint átmentem. Az öregasszony hátáról a rőzseköteg eltűnt, és valami batyúféle dologgá változott át. Itt meg egy ilyen karfogú, tigrisszerű valami jelent meg, ami szintén egy olyan motívum, nem a kartfogú tigris, hanem barlangrajzként jelenik meg előttünk. Rengeteg képén, annyira leegyszerűsített vonalakat találunk. Ott van például az akvarellt hátul, azon van egy ló. Az megint annyira finoman van kidolgozva, hogy az megint csak a barlangrajzokat közelíti. Szinte vonal sincsen benne, olyan, mint a pacákból lenne összetéve, de tökéletesen ott van a lónak a lényege benne. Tehát az altamirai barlangoknál vagyunk. És itt volt ez a kartfogú tigriszerű altamirai lenyomat a jobb oldalon, valami pöttyös, párducos színben, ilyen fotok mindenféle voltak rajta. De nem ezen dolgozott, festette a másikat.
lementem megint egy hét múlva, az öreg asszony eltűnt. Lett itt valami a helyén. A karfogú tigris átlátott zöldbe és valami lovasféle ült a hátán. Az alsó rész az a zöldből átsárgult, és talán valami pacaféle megjelent itt ezen az oldalon. És a pogácsázás, borozás így futott majdnem egy hónapon keresztül, és mindegyes alkalommal valami történt a képen, valami kis elmozdulás, és én amikor láttam ezt az első fázist, azt mondtam, hú, ez egész, még nincsen kész, de egész jó. Megjött a tigris, hú, ez érdekes, és azt éreztem, hogy kezd bennem kialakulni a kép. És amikor láttam úgy ezeket, azt mondtam, hú, milyen jó, az készen van, ez teljesen jó a kép. És akkor még a felén se tartott, az alsó része megváltozott, színt váltott. Eltelt néhány nap, bejött ez a középső vörös csík. Ilyen rétegekből, mint a volt régen a gyerekkorunkban az a lapozós könyv, hogy egy-egy ilyen réteget lehajtunk, és akkor a fölöltöztetett huszár vetközik le, és a végén már gatyán vállott, visszafele meg ahogy hajtogatjuk. Tehát valahogy így épült fel ez a kép, és 15-20 fázisból rakodott össze, és a Lujó barátunk, aki az előbb szólt, hogy a lánya nem tudta elvállalni a kiállítást, akkor jött át, amikor ez gyakorlatilag így állt össze, és ebbe az egyetlen állapotában látta, és hú, ez a kép, ez marha jó. És én is elgondolkodtam, hogy ez a kép, ez marha jó, de tulajdonképpen fázisaiban is marha izgalmas, meg marha jó volt, ahogy így rétegekbe rakodott össze, aztán eltűntek teljesen ezek az alakok, amik engem megfogtak, ez öreg az, hogy nagyon tetszett, a vadállat nagyon tetszett, eltűntek, de ott vannak rajta. És most nem tudom, hogy ez csak nekem van rajta, az öreg asszony biztos, hogy abból nem lehet látni. A karfogú tigrisből talán ki lehet valami riogató dolgot ott látni, vagy nézni. És akkor ugye látjuk ezt a dolgot, és mi jut eszünkbe, hogy is van. Kék, piros, sárga színeket láttam álmaimban, és úgy éreztem, ez a rend. Látjuk a kék, piros, sárga színeket, és ott van benne a rend nagyon. És eszméletnek a második verszakából az első két sor volt ez. És nem akarnám belemagyarázni, nem is dolgom itt ezt, a rend megtalálását a képekben, amik itt láthatók. De valahogy nekem rétegenként is megvolt ennek a rendnek a sora, meg a végén, ahogy összeállt, itt is megvan ennek a rendnek a sora. És nem tudom, hogy ez a kép ez most végérvényesen készen van-e, mert ugye megint csak Lujó barátunkhoz egyszer átvittünk kettő képet, ő nagy lazán letette a két olajképet egymásra, és amikor fölemelt, akkor csíkot húzott az egyik elemet, a festék réteget a kép anyagáról. És a Józsinak úgy is tetszett, azt mondta, hogy ez odavaló, hát ez ilyen. János jött, és akkor kijavította, de ugye nem a képet állította vissza, hanem beleszőlt még valami motivont abba a szakadásba, és abból lett egy egész érdekes, nem is tudom, mint egy ilyen, egy jégcsap, ami fölfele folyik, vagy ilyen nagyon furcsa dolog lett, abból a balesetből, tehát nem tudom, hogy ez most itt készen van-e, mert annyi fázisát láttam, hogy nem tudom azt mondani, hogy itt a vége, de köszöntsük ezt a képet, nagy szeretettel, mert megdolgozott érte, és nagyon-nagyon nagy örömmel mutatnám be itt örömmel látom itt körünkben ezt a Vér című képet, ami egyik könyvnek a borítója lett. Meg is jegyezte Adrián, hogy ez szét lett barmolva a könyvborító, mert pont rá lett hajtva a könyvre. Teljesen igaza van, ez így van a helyén, ezt így kell nézni. Ecce homo. Vannak horizont darabok, töredékek, olyan, mint egy ilyen szaggatott vonal. Mintha egy öreg ember, egy ilyen bosféle figura lesne be egy ilyen bejegesedett ablakon, és semmi, leveg az egész, nincsen mihez viszonyítani, viszont a levegéssel kinyitja, iszonyatosan kinyitja a teret. Ott egy Krisztusféle figura van a háttérben, tehát időben nagyon-nagyon visszamentünk. A kép bal oldalán olyan, mintha a, nem tudom, ködből derengen elő egy panelháznak a néhány ablaka. Össze-vissza keveri az időt meg a teret, ráadásul egy szitakötőféle jelenés van ott a bal oldalán. Krisztust látunk rajta, tehát időszámítás korába pattanunk vissza, most látunk rajta, egy panelház fényeit látjuk rajta. Elvesztettük a tájékozódási képességünket, teretidőt össze mixelve. Szitakötő akár ballanga, az is lehet, hogyha az ősembert érdekelte volna a szitakötőnek a lefestése. Itt vagyunk a Török Bálinti Munkácsi Mihály Művelődési Házban, egy karácsonyi kiállításon, Szilágyi János grafikus és festőművész kiállításán. Kérem, meséljen egy picit arról, hogy milyen kapcsolata van Török Bálint városával.
Török Bálinton 2007-ben kezdtünk itt gyerekekkel foglalkozni, csináltam egy képzőművészeti szakkör gyerekeknek, ahol egy idő után jöttek felnőttek is, úgyhogy ezt 11 évig csináltam, most fejeztük be januárban. De hát azóta sem szűnt meg a kapcsolat, mert most meghívtak így egy kiállításra, és örömmel jöttem ide. Mi a legfőbb tematikája a mai kiállításnak? Milyen motivumok közé összpontosulnak a képek? Nincs igazán tematikája, hanem évelején volt egy nagy életmű kiállításom, inkább kis életműnek mondható, inkább válogatás a több évtized munkájából, úgyhogy vannak itt újabbak, olajképek, akvarelképek és tusrajzok is vannak. Melyik a kedvenc technikája, és hogy kicsit avasson be a nézőket, hogy készülnek ezek a képek? Rajzolni, festeni maga a csoda, úgyhogy én imádok minden technikát, sőt még szobrászkodni is jó lenne. Hát eszeveszetten készülnek a munkák, úgyhogy nem tudom, mi születik meg, úgyhogy nagy merészséggel fel vannak dobálva a festékek, a színek, és utána alakul ki. Egy nagy küzdelem, harc kezdődik el, utána a vászonnal vagy a papírral, és hát nekem kell győzni. Hogyha egyetlen egy képet kiemelne a mai kiállításból, akkor melyik lenne az, és miért éppen ez a kép lenne? Szeptemberben meghívtak Szlovéniába egy nemzetközi művésztelepre. Vaciláltam, hogy elfogadjam a meghívást, de végül életem egyik legjobb döntése volt, azt hiszem. A Kopehegy tetején dolgoztunk, ami kb. 1400 méter magasan volt, és hát óriási élmény volt. Én nem nagyon szerettem a kék színt, de akkor olyan szép kékeket láttam, hogy azóta jobban használom, meg bátrabban használom a kéket. És a képnek is az a cím, hogy Kope. Hogyha a kisfilmünk felkeltenék a közönség érdeklődését, hol tekinthetők meg az ön alkotásai legközelebb? Hol áll itt ki? Most volt a évelején egy kiállításom, de a Budapesten van egy szakköröm, ami már 13 éve működik, és annak lesz egy beszámoló kiállítása januárban, és ott majd nekem is, tőlem is lesz egy-két kép a csoportommal együtt. Ez a mai kiállítás meddig látogatható? Úgy tudom, hogy legalább január közepéig nyitva lesz, úgyhogy jönnek majd, jöhetnek többen is majd a ünnepek alatt is.